feszültebb lesz ma is. 3-4 srácot lerúg, az azért lesz, mert cicában elég sokat volt ma benne. Nem tehetett róla. Nagy színásra jöttünk, és hát örültünk nagyon, hogy el lehet jönni, mert hát már szerettem. Meg én magasabb szinten is szeretnék majd focizni, és ez jó érzés volt nagyon. Most milyen a foci élet nagy színásra? Mesélj picit erről. Milyen csapat van? Hát jó, hát most jó. A Serdő, hát az annyira elmegy, de az ifjúsági csapat az első, most a megyei bajnokságban. És hogy tetszett a stadion? Hát az nagyon jó. Egy élmény itt lenni. Minden. A környezet, a hegyekben nagyon jó. Pálya is tökéletes. Mondtad, hogy vannak még nagyobb terveid a focival, egészen pontosan mik a célok ebben a sportágban? Hát minél magasabb szinten szeretném folytatni, vagy focizni, igen. Szeretném megköszönni azt, hogy eljöttetek hozzánk, ez nem nektek, hanem ez nekünk megtisztelő, hogy ilyen messziről PMC-t választjátok. Ez a klub életében is fontos visszajelzés, azt gondolom. Szeretném nektek azt kívánni, hogy minden több játékos kerüljön ki közületek is, akik magasabb szinten tudna majd focizni. A nagy színás és a megye másodosztályban szerepel Békésmerében. A U19-es csapatnak vagyok az edzője. Egy ponttal vezetjük a bajnokságot. Még van 4 fordulónk, mindenképpen szeretnénk megnyerni. Hogy tetszett a mai nap? Hát ez remek, tehát nagyon családiasan fogadta bennünket, aminek nagyon szépen szeretném megköszönni a Pécs vezetőségének is, akik ezt létrehozták, hogy itt tudjunk lenni. Tehát nekünk valószínűsíthetően ez egy álom maradt, hogy ilyen körülmények közt tudjunk készülni. Most a felnőtt csapatunk is a megye egyes tagságért szeretne szerepet vállalni, tehát ott is egyforma ponttal van az elsővel. Tegnap nyertük meg a Magyar Kupát, jövő június 6-án fogjuk játszani a döntőt a vésztő csapatával, tehát ott kapunk egy kupát, hogyha megnyerjük, és utána a főtáborra kerülünk. Tehát egyelőre még az a lényeg, hogy a anyagi része majd, hogy mi lesz a továbbiakban. Felbuzdulással indultak ennek az útnak, mivel hát ilyen pályán ilyen lehetőségek, meg hasonló dolgok, amik ugye egy ilyen nagyszerű klubnál, mint a PMSC-nél ki van dolgozva, ezt ők szerették volna látni és megismerni. Így jutottunk erre a dologra, hogy ide fogunk jönni a PMSC-hez. Nagyon fontos dolgokat láttunk mi felnőttek, és maga a gyerekek is. Tehát a gyerekeknek a létesítmény, maga az edzés, megismerték a játékosoknak a mozgását, a ritmusát, meg hasonló dolgokat, amik őnekik majd meg kell még tanulni az életben, meg küzdeni kell érte nekik. Hát mi felnőttek, aki mi már végigjátszottunk, ugye azért vagyunk itt ennek a nagyszínes sportkörnek az élén, hogy mi is végigfutballoztuk már az életünket, erre tettük fel, és szakmai szemmel mi nagyon sokat láttunk a mozgás koordinációban, ami nálunk hiányzik. Tehát ez abban részesül nálunk, hogy ugye mi nem vagyunk profik. Tehát nálunk nincs akkor energia és annyi idő erre a dologra, hogy ezt begyakoroljuk. Itt ezt megismerhettük mi, és nagyon jó volt látni itt közelségből.